Köszöntöm az Alfalu TV nézőit! Mai műsorunkban a templomunkban zajló ásatásokról, majd a március 15-i megemlékezésekről számolunk be önöknek. Adásunk végén a Hargita Stúdió Gyergyó Alfaluról készített Látogató című műsorának második részét láthatják. Tartsanak velünk! A templom külső felújításakor a torony alatti részen végeztek ásatásokat. Most pedig a harangláb alatti részen a templom belsejében folytatják a feltáró munkálatokat, további bizonyítékok után kutatva a templom történelmével, korával kapcsolatosan. Gyakorlatilag 2010-be kezdődött az egész, mikor a templom alapozása mélységeit kellett volna kiderítsük. Akkor csak a torony alatt dolgoztunk, annak mélységét tudtuk megmondani is. Ennek következtében kutatunk bent, illetve érdek van amiatt is, hogy feltárjuk a falunak a középkori templomát, vagy templomait. Jelenleg megtaláltuk a Alfalunak a gótikus templomát, ez a 15. századi templomát. Ezt reméljük, hogy ezt a keltezést majd azok a sírok, amelyek a falak alatt vannak, majd finomítani fogják, illetve szintén a fal alapozásokat kell megnézzük. Mostani feltárás során, mint látják a felvételekről is, falakat találtunk. Úgy tűnik, hogy a korabeli járószint ilyen 80 centivel mélyebben volt. Falakon még mindig látható a vakolat, illetve az egyik érdekesség, hogy a Máló templom falában van egy beépített vakolt freskó, ami nagyon szép és nagyon látványos. Keltezni így mi nem igazán tudjuk a templomot, addig még a csontmintákat nem küldjük laboratóriumba, s nem derítik ki a csontvizsgálatokból, a csontokból, hogy mikoriak. A falak kerültek elő, illetve csontvázak, összesen idáig két teljes vázat tártunk fel, illetve három váznak a részleteit, azon kívül voltak koporsó maradványok, viszont annyira bolygatott a temető, hogy csak részletek maradtak azokból is fel, három koporsó maradványból. Azokban viszont nem találtunk vázat már. Hát mivel a középkorban folyamatosan ide temetkeztek, sőt az újkor elején is, ezért teljesen kevert földbe és bolygatott földben dolgoztunk. Viszont szerencsénk volt, mert úgy tűnik, hogy a sírok jó része középkori, úgyhogy azok elég sok mindent fognak mondani a későbbiekben. Ez teljes mértékben a helyi plébánia kezdeményezésére kezdődött, ők finanszírozzák a teljes kutatást. A gótikus templom 7 méter széles volt, a belvilága. A hosszúságát a sajnos egyelőre nem tudjuk, hogy milyen hosszú volt. Ezt reményeink szerint majd a geomágneses kutatások fogják eldönteni. Gyakorlatilag a gótikus templom falak a korábbiakhoz hasonlóan mutatkoztak, úgy szerkezetileg. Különbség annyi, hogy az északi részen volt egy támpillér, amit hozzácsatoltak, illetve hogy a nyugati részen már nem építették rá a barokk nyugati hajófalat, hanem azokat kiszedték, és teljesen új falat építettek.
A szelvényben az újdonság az, hogy szintén találtunk egy olyan középkori temetkezést, amit a gótikus 15. századi falak vágnak. Ez azt jelenti, hogy itt valahol a templom belsejében még rejtőzködik egy korábbi, reményeink szerint Árpád-kori templomnak is a maradványa. Olyan részen kutatunk, hogy a sírsűrűség nem túl nagy, ezért összesen 4 temetkezést tártunk itt fel, amelyek melléklet nélküliek voltak, úgyhogy azon túl sokat nem fogunk tudni róluk mondani. A lényeges az egészben az, hogy a gótikus hajófalak alatt levő temetkezés, ha majd elküldjük szénizotópos vizsgálatra, akkor meg tudjuk határozni a korát, és így majd keltezni fogjuk a gótikus templomot is. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharcra emlékeztünk Gyergyóalfaluban és Borzonton. Az iskolákban pénteken tartották meg a megemlékezéseket, külön az 1-4 és az 5-8 osztályosok. A diákönkormányzat pedig meglátogatta a temetőben a 48-as hősök Fülöp Sándor helytörténész által feltárt és megjelölt sírjait. Néhány gondolatban megemlékeztek, és virágot helyeztek el. Március 15-én, vasárnap, a Szent Misét követően zászlófelvonás, ünnepi beszéd és koszorúzás következett, majd Borzonton, a templomban került sor az ünnepi megemlékezésre. Magyar, híjon haza, itt az idő, most vagy soha, rabok legyünk, vagy szabadok, ez a kérdés, válasszatok. Veres Zsigmond, honvéd tizedes. Kászomói faluban született 1831-ben. A tanítóképzőt Székely keresztúron végezte. 1849 tavaszán az utolsó előtti évfolyam tanulójelöltje osztálytársaival önként jelentkeztek Bem altábornagy hadseregébe, ahol mint tüzérvitéző harcolt, melyet elismerésül tizedesi ranggal jutalmaztak. A szabadságharc bukása után tanítói oklevelet szerzett. Házassága után került Gyergyóalfaluba. Gál Ignác százados húgát, Amáliát vette feleségül. Később a jelenlegi Vörös iskolában tanított nyugdíjazásáig. Népszerűsége fennmaradt. Több mint 100 évvel a halála után az iskola épület, ahol tanított, a köztudatban Vörös iskola néven szerepel. Ezt megerősítendően az iskola központ munkaközössége Gál János igazgató emléktáblát helyeztetett az iskola épület falára. Rabok voltunk, mostanáig. Kárhozottak, ősapáig. A katonai iskolát Kézdivásárhelyén végezte. 1829-ben közvitéz, az első székely határőr ezrednél, 1846-ban alhadnagyi rangot kap. 1849. januárjában ezrede csatlakozott a honvédsereghez, februártól tábortiszt lett. A Tölgyesi szoros védelmére egy 250 főnyi gyalogos és 50 főnyi lovas csapatot alakít. Márciustól a Marosvásárhelyi Honvéd vadászezrednél osztályparancsnok századosi rangban, majd a 81. honvéd zászlóhaj keretében részt vett Csík és Háromszék önvédelmi harcaiban, a kökösi, sepsi, szentgyörgyi és úzoni csatákban. A magyarok is segédet esküszünk. Esküszünk, hogy rabok tovább nem veszünk. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket halljon meg magunkat, és bocsásd meg bűneinket,
miképpen mi is megcsatlakozunk az ellenemlékezéknek, Isten is minket kísértésbe, de szabadítsuk meg a bűnt. Ki most, ha kell, halni nem mer, kinek drágát, rongy élete. Gálajos őrmester középbirtokos családban született 1821-ben. A kézdivásárhelyi altisztképző iskolában tanult. Az iskola elvégzése után közvitéz ma strázsamester. A szabadságharc idején ezredével csatlakozott a honvéd sereghez. Majd 1849 tavasán a Kis Antal őrnagy parancsnokság alatt szerveződött 84. honvéd zászlóval zászlótartója lett. A zászló 1849. július 1-én a Nyerges alatti székely táborban a csíkszentgyörgyi Tankó Albert Esperes által felszentelt és Gál Lajos zászlótartónak adatott át, ki több csatában is diadalmason lobogtatta. A zászló megmentése Barisz István százados mellett az ő érdeme is. A kiegyezés után Gál Lajos minden 48-as honvéd temetésén a koporsó előtt vitte a megmentett zászlót. Bege Ferenc honvéd tüzér sírjánál virágot helyez Veszi Andrát. A magyarok Istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. A magyarok Istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább. Petőfi Sándoraink, Széchenyi Istvánaink, Bem tábornokaink, Gábor Áronjaink nincsenek, mert az egymással és az Úrral szembeni harcunkban nem tudunk ilyen nagyokat felmutatni, ilyen nagy egyéneket szülni, de kígyók marnak, és az ígéret földje felé vezető útunkon egyre szaporodnak halottaink, elesettjeink, és kevés közöttük a hősi halott, akik, ha kell a szabadságért, vérüket, életüket, karrierjüket, mindent fölmernek áldozni. Mi a mi tennivalónk, mi a mi feladatunk? Erre ad választ az evangélium. Keressünk Mózeseket, mint a választott nép. A modern világunkban a pusztító kígyóktól csak úgy szabadulhatunk meg, ha befogadjuk Jézus Krisztust, a világ világosságát, a mi szabadítónkat és üdvözítőnket. Legnagyobb szabadságharcosunk Jézus Krisztus, az Isten fia maga. Én vagyok a világ világossága, mondotta, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Mózes népének a keresztfa előjelét állította, és arra fel kellett tekinteni, hogy keresték, hogy igyekezett mindenki, hogy ennek a Mózes által felállított részkígyót tartó fára feltekinthessenek, hogy megmeneküljenek, hogy hazajuthassanak az ígéret a szabadság földjére, és ne pusztuljanak el útközben, idegenben. Yeah.
nemzeti ünnepünk alkalmával tisztelettel jöttünk ma ide emlékezni azokra, akik életüket adták hazánkért, nyelvünkért és otthonainkért. Az elkövetkezőkben a magyar himnuszt hallhatjuk a Helikon Fúvó zenekar előadásában, ezt követően Gál Mihályt hallhatjuk Vörös Marti Mihály tollából a szózatot szavalja. Hazádnak rendületlenül légy híve, ó magyar, bölcsőd az, s majdan sírod is, mely ápol s eltakar. A nagyvilágon e kívül nincsen számodra hely, áldjon vagy verjen sors keze. Itt élned, hallnod kell, ez a föld, melyen annyiszor apáid vére folyt, ez, melyhez minden szent nevet egy ezred év csatolt. Itt küzdenek honért a hős Árpádnak hadai, itt törtek össze rabigát, hunyadnak karjai, szabadság. Itten hordozzák véres zászlóidat, s elhultanak legjobbjaink a hosszú harc alatt. És annyi bal szerencse közt, oly sok viszály után, megfogyva bár, de törve nem, él nemzete hazán. Népek hazája nagyvilág, hozzád bátran kiált, egy ezredévi szenvedés kér éltet vagy halált. Az nem lehet, hogy annyi szív hiába ont a vért, s keserben annyi hű kebel szakadt meg a honírt. Az nem lehet, hogy ész erő és oly szent akarat hiába sorvadozzanak egy átok súlya alatt. Még jönni kell, vagy jönni fog egy jobb kor, mely után buzgó imádság epedez százezrek ajakán. Vagy jönni kell, vagy jönni fog a nagyszerű halál, hol a temetkezés fölött egy ország vérben áll, s a sírt, hol nemzet süllyed el, népek veszik körül, s az ember millióinak szemében gyász könnyül. Légy híve, rendületlenül hazádnak, ó magyar, ez éltet őt, s ha elbukál, hantjával ezt a kor. A nagyvilágon e kívül nincsen számodra hely, áldjon, vagy verjen sors keze. Itt élned, halnod kell. Március 15-ére minden magyar ember úgy emlékezik, mint a szabadság, a nemzeti identitás alapköveire. A 48-as, 49-es
szabadságharc, tudni illik. A reformjaival a polgári átalakulás elindítója volt, és önvédelmi harcával a nemzeti mitoszba írta be magát. Kedves hölgyek és urak! 48 az nem egy, mondjuk úgy, egy arctalan tömeg harca volt. 48-ban olyan emberek nevére emlékezünk, Petőfi Sándor, Jókai Mór, Tancsics, stb., akiket örökre bevéstünk emlékezetünkbe. Ők voltak azok, akik tulajdonképpen megalkották a magyar nemzet szabadságát. Kérdés az, hogy mit üzen számunkra, mai ember számára március 15-e. Tudnélik, mint olvastuk, láthattuk, hallhattuk, március 15-én azon az esős délelőttön egy olyan erő született, amely képes volt megrengetni Pest utcáit. Olyan erő született, melyet úgy hívtak, hogy összefogás. Természetesen ehhez a néhány emberhez, akik elindítói voltak ennek a mozgalomnak, ennek a szabadságharcnak, szükség volt erre az összefogásra. Kérdés csak az, hogy mi napjainkban, mi magyarok, mennyire tudjuk ezt magunkban tudatosítani. Illene lenne már, hogy belássuk, hogy előre haladni, eredményeket elérni, csak összefogással leszünk képesek. Az összefogáshoz pedig tulajdonképpen bizalomra van szükség. Csak akkor leszünk képesek kiemelkedni más közösségek soraiból, ha egymást támogatni leszünk képesek. Ha egymásért tulajdonképpen fel tudjuk áldozni azt, amire a leginkább számukra szükségük van. Az elesettekért, az elkeseredettekért bátorító, segítő kezet tudunk nyújtani, és ugyanakkor nem irigykedve, gyűlölködve, hanem büszkén és elismerve tudunk egymás sikereiért örülni. Jövőképünk ettől függ. Erre koncentráljunk. Ezt próbáljuk szívünkbe és gondolatainkba ültetni. Isten áld meg a magyar.
örömmel tűnt el a tavalyi évhez képest, hogy március 15-ét nemzetünk kiemelkedő ünnepét ilyen szép számmal összegyűltünk megünnepelni, megemlékezni a 167 évvel ezelőtt történtekre. Tudnunk kell azt, hogy a márciusi ifjak cselekedetének érvényét még a szabadságharc legyőzésének tragédiája sem érvényteleníthetik. Hiszen olyan dolgokról beszélünk, amelynek nagy a tétje, a szabadság kivívása és egyben a polgári haladás. Ezeknek ugyanúgy tétje van, mint minden másnak a Földön. Ahogy azt tudjuk mondani, hogy a virágnak feladata, tudatása, hogy nyíljon, a gyümölcsfának, hogy gyümölcsöt teredjen, a Földnek, hogy kenyeret adjon az emberiségnek, az embernek éppen úgy hivatása, hogy eszméivel, gondolataival illeszkedjen a világ erkölcsi, tehát az erkölcsi rendjébe tulajdonképpen. A 12 pont előtt Jukaiék ezt a mondatot írták. Legyen béke, szabadság és egyetértés. Úgy gondolom, hogy ennél többet nem kívánhatunk ezen az ünnepen. Isten áld meg a magyar. Úgy gondolom, hogy fontos abból a szemszögből fiatalként pár szót szólni, mert velem egyidősök, sőt, nálamnál kisebbek is harcoltak és haltak meg. Ezrek haltak meg. És nem csak róluk van szó, hanem azokról a családokról, akiktől elvesztettek egy gyermeket, egy férjet, vagy éppen testvért. Háborúkról is, ugyebár két világháború volt már eddig Földön, és egyiket se ünnepeljük meg. Meg lehetne kérdezni, hogy vajon miért nem, és miért ünnepelünk forradalmat. A háború azt jelenti, hogy fentről az vezetőség eszméit követik az emberek, ugye ők mondják meg, hogy miért harcolunk, miért adják az életüket. A forradalom nem ezt jelenti. A forradalom éppen fordítva, a nép mondja meg, hogy mit szeretne, és miért harcol, milyen eszmékért. Tudod, hogy mi volt ezelőtt? Miért ünnep március 15? Vagy neked csak egy időpont, és csupán egy lista 12 pont? Miért ragadott kardot Széchenyi? Ki elől kellett a magyarságot védeni? Miért szavalt a Pilvaxban Petőfi? És miért kellett volna győzni? Azt hiszed, hogy ma rendben van a világ? A féreg a zsákban van, és ma is rág. Ezért fogy naponta a magyarság. A féreg megeszi a mi magyar búzánk, a gazdag gazdagabb lesz, és nő a zsarnokság. És ha gyermek nincs, nem lesz kövérebb a zsák, mert naponta embereket viszel a rák. Összeomlik a gazdaság, a magyarok egymást hurcolják, és kérheti Székelyföld az autonómiát, de össze kell kapja magát, vissza kell folytani az emberek haragját, mert egymásban keresi mindenki a hibát, ragadják meg egymás nyakát, ma mindenki ellenség, nincsen barát. Külföldön dolgozik minden fiatal. Akkor van itthon, ha dolga van, vagy ha nyaral. Ma sincs szabadság, egyenlőség és testvériség. Csak népbutítás és egyéb e fajta betegség. De bennünk ma kell legyen egy kicsi emberség, és ne feledjük el elődeink becsestettét, mert ők életükkel bizonyították, hogy a Földet mennyire szerették. Thank you.
Szabadságnapját ünnepeljük. Esik eső karikába, Kossuth Lajos kalapjára, valahány csepp esik rája, annyi áldás szájon rája. Én a magyar szabadság, én a haza. Voltunk mostanáig, kárhozottak ősapáink, kik szabadon éltek, haltak, szolgaföldben nem nyughatnak. A magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Sehonnai bitangember, ki ha most kell, halni nem mer, kinek drágább rongy élete, mint a haza becsülete. A magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Ha az Isten bót adott a székelynek, azt is adott, amivel elfelejtse. Leányt ide, székely lányt az ölembe, hadd mulasson a székely legény kedvére. Tud szeretni a székely szép igazán, kit szeretne, ha téged nem szép hazán. Sejhaj, régi bunk és bánatunk, sejhaj, újra élünk, se vigadunk. Százszor megfizettük a reánkrót adót, amit a balsós vállainkra rakott. Nem voltunk, nem leszünk szolga nemzet soha, eljött az idő végre, most vagy soha. Mély álomból lassan felébred a nemzet, vezetőink ezért nagyon sokat tesznek. Egyszer majd egy napon feleszmél a világ, hogy kinek jár a tős és kinek a virág. Vár ránk a szép nagy közös Európa, határait védjük évszázadok óta. Nyugodtan élhettek a nemzetek, megvédték őket vitéz magyar kezek. Ígérem, az leszek, aki eddig voltam, én magyar maradok itt az ősi honban. Fel a fejjel, székely testvér! Ne horgazd le orrodat, mert az Isten számodra még sok nagy csodát tartogat. Soká fognak még beszélni Székelyföldön magyarul, lesz még itten magyar paraszt, és lesz még itt magyar úr. Magyarul szól a madárdal, s jön Szent László csatabárdal, kivágni gyökerét a gazságnak. És jön Mátyás, ültetni magját a igazságnak. Eljön majd Szent István király, fején szent korona, kezébe jogar és kard. És jaj annak, ki megtagadta hitét nemzetét, de jaj annak, ki bántja, s káromolja a magyart. A sok fertő s bűn miatt
könyörög az Úrhoz a békeharc sok imádkozó asszonya, s majd rám teríti védőpalástját, és országunk felett győzedelmeskedik a magyarok nagyasszonya. Haroknyi székes, orlik, mint a szikra, népek harcára, zajló tengerén, fejünk az ájjon, százszor elborítjon, ne hagyd el leszni, elég viselünk. A múlt heti adásunkban az első részét láthatták a Hargita Stúdió által készített Gyergyó Alfaluról szóló látogató című műsornak. Most a második, befejező rész következik. Tartsanak velünk! Műsorunk támogatója a Hargita népe. Kedves nézőink, Gyergyó Alfaluból köszöntöm Önöket. Hogy hogyan készül a mézes kalács itt Gyergyó Alfaluban, vagy mit jelent a gyöngyfűzés, a kézművesség, azt a következőben megtudjuk. Kérem, tartsanak velünk ezúttal is, és tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek. Gyergyó Alfaluban működik a Kalánka Egyesület. Mivel foglalkozik a Kalánka Egyesület? Az Alfalusi Kaláka Egyesület az a helyi termékeknek, termelőknek, valamint a szolgáltatásoknak a népszerűsítése a fő célja. Mióta alakult és milyen céllal alakult? 2013 év elején egy szűk vállalkozó körbe megfogalmazódott a kérdés, hogy hogyan tudnánk a településünket, a termékeinket népszerűsíteni, és ekkor gondoltunk arra, hogyha egy egyesületet alapítunk egy páran, akkor valószínűleg, ha egymást segítjük, akkor ez könnyebben fog működni. Jó, akkor meséljük el a kedves nézőinknek, hogy konkrétan milyen kézműves tevékenységek folynak. Tehát a 2013-ban, ahogy elindult ez az egyesület, elsősorban a tejfeldolgozás, a kézművesség mentén indultunk el. Van gyöngyfűzőnk, van hímzőnk, játék fabútor festőnk, van mézes kalács csosunk, mézes kalács díszítéssel foglalkozó tagunk, tejtermékeket készítő kézműves sajtokat, van kertészmérnökünk. Aztán a turizmus ágon is vannak panziók, kulcsosházak, valamint itt, ahol jelen vagyunk az alfalvi basafogadóhoz tartozó skanzenben, falu múzeumban, ők is tagjai szeretnének válni az egyesületnek, hogy együtt hát, ha a turizmus segítségével húzósabb lesz a népszerűsítés. Hogyan egészítik ki egymást ezek a tevékenységek? Első cél, ami megfogalmazódott bennünk, az az volt, hogy ha elindulunk, ha egyik tagunk valahol valamerre jár, akkor
tudja segíteni a társát, tehát el tud vinni egy szórólapját, el tudja vinni egy pár munkáját, és egymást ismertebbé tudjuk tenni. Tvargyas Vera néni, a gyöngyfűző nénink évre nem tudom megmondani teljesen pontosan, hogy melyik évben kezdett el, nagyon szép népi motivumokat, mint látszik, én is nagyon szeretem hordani a darabjait, fűzni, és magát fejlesztette, rengeteg képzésen vett részt, és most már a vidéken is egy ismert gyöngyfűző. És akkor a hímzés is? Az hogyan működik, vagy hogyan jött az ötlet, hogy egyáltalán legyen egy ilyen súly? Hát a hímzést az Koncsok Katalin tagunk hímez. Tehát azt hiszem, hogy ez egy emberi belső indítatás is, hogy a hagyományainkhoz, különben ez az egyesületnek egy nagyon fontos profilja, a néphagyományok, a népi vonalnak a követése. Mennyiben vesznek részt mondjuk a közösség, mondjuk úgy értem, hogy Alfalu, lakossága, mennyiben vesznek részt ebben a tevékenységben? Hát azt tudni kell, hogy ez az egyesület valójában a szolgáltatásokat is népszerűsíti, ami nem zárja ki az oktatást és a kultúrát. Például, ha azt veszem, hogy ezen az egyesületen keresztül újult meg a napközi otthon és központi óvoda udvara, ami szintén egy szép népi stílusban van felújítva, ott azt tudom mondani, hogy a 100 gyereknek a szüleiből 99%, szinte 100% részt vett ebbe a segítségbe. Tehát úgy gondolom, ha van egy jó indítatás, akkor igenis az emberek hajlamosabb, valamint a vállalkozók is nagyon kivették a szerepüket. Ha látják egy jó célnak a célt, ha látnak maguk előtt, és látják, hogy ez megvalósul is valójában, akkor hajlamosak az emberek a segítségre, a mellénkállásra. Egyesület keretén belül ugye működik a mézes kalács készítés is. Nagyon sokszor járunk vásárokra, de nem tudjuk azt, hogy a háttérben milyen munka van. Hogyan döntötted el azt, hogy ezzel fogsz foglalkozni? Én ezzel hobbi szinten foglalkozom elsősorban, és hát eleinte családomnak, barátoknak készítettem ajándéktárgyakat főként, tehát nem megevésre, de megették, azért nem volt semmi gond. Aztán lett egy vásár, egy adventi vásár, és oda mentem máskor. Sikerem volt, így azóta is folyamatosan készítem megrendelésekre, próbálom fejleszteni magamat, és igyekszem, hogy egyre szebb dolgokat tudjak kihozni belőle. Kitől tanultad meg? Hát elsősorban autodidakta módon tanultam. Aztán a tavaly ősszel voltam Magyarországon, és ott tanultam, az idén is voltam, most már mézes kalácsa festést tanultam, de azt még nem gyakorlom, úgyhogy az még odébb van. És hogyan kell elképzelni ezt, hogy hogyan kell elkészíteni mondjuk egy ilyen kis szívecskét? Hát ez a szívecske, ez egy tartósabb tésztából készül, tehát ez nem kell fel annyira, kevesebb szódapor van benne, ez direkt külön másfajta tészta, mind a megevésre. Megsütöm. Mielőtt megsütném, az előtt lekenem tejjel, tejszínnel, tojással, vízzel, valamivel, hogy maradjon szép sima a felülete. Utána bekenem kalácsfénnyel, utána körbe rajzolom a fehér részt, majd bekerül a terülőmáz, azt megszárítom, annak idő kell, utána jön rá a díszítés, az is megszárad, és ennyi lesz. És hogyan döntöd el, hogy milyen díszítés kerül? Hát ez általában így jön. Attól függ, hogy kinek kell, tehát van, amikor kérésre kérik, hogy legyen egy doboztetőn egy idézet, vagy valamilyen alkalomra kérnek egy motivumot, és akkor azon dolgozok, rajzba próbálom kialakítani, hogy az arra az alapra, tehát megkérik, hogy hány centis legyen, kör legyen, szív legyen, mi legyen, és akkor csinálok több mintadarabot, és abból kiválasztják, amit szeretnének, de van, amikor saját magamtól úgy jön, hogy valamit készítsek, és akkor csak úgy készítem. Mitől jó ezzel foglalkozni?
Nekem a kikapcsolás szinten jó, tehát én kikapcsolódok ettől a dologtól, és ezek mind én vagyok. Tehát, hogy én erre képes vagyok, ez nekem tetszik, hogy én ezt így tudom készíteni, és hogy ez belőlem jön. És mindegyik más is. Én látom benne a hibákat is, és ettől ezek motiválnak, hogy én tovább fejlesztem magamot, és ne hibázzak, vagy kevesebbet hibázzak. Valamilyen terved van így a jövővel kapcsolatban? Nem tervezek, hagyom, hogy folyjon inkább, mert eddig is magától alakult minden, és nincs, amire én ezzel nagy tervekbe menjek, mert úgyis amire szükségem van, az megvan, és ez így tud tovább alakulni, ha kell alakulja. Van olyan, hogy felmérgelődök, és akkor ott hagyom. Egyet alszok, vagy eltelik egy-két óra, és akkor visszamegyek, és folytatom. És nem a mézesre haragszom, hanem magamra. Hogy miért nem tudom ezt úgy csinálni, ahogy elképzeltem. Gyergyó Alfaluban milyen turisztikai lehetőségek vannak a jelen pillanatban? Elsősorban azt szeretném kiemelni, hogy Gyergyó Alfalu a 13-as jelzésű nemzeti útvonal mellett fekszik, és Gyergyót, illetve Parajdot köti össze egy elég hosszú útvonal, amely főleg a kalandturizmusnak, a természetjáró turizmusnak, és újabban az elmúlt egy-néhány évben a téli turizmusoknak ad otthont. Itt főleg, amint mondottam, télen, amikor síznek, motoros szánoznak, illetve egyéb téli tevékenységeket, táborokat szerveznek. Nyáron viszont a természetjárás, a túrázás, a motorbiciklis túrák szervezése az egyszerű üdülési, kikapcsolódási turizmusnak adhat otthont Gyergyó Alfalu. Úgy értettük, hogy Gyergyó Alfalu területén, tehát adminisztratív szempontból ide tartozik, van egy természetvédett terület. Így van, tehát itt kiemelném azt és pontosítanék, Gyergyó Alfalunak a kétharmada természetvédelmi terület, viszont van egy 37 hektáros nyíresünk, tehát a Gyergyóalfalvi nyíres, amely nem természetvédelmi terület, hanem rezervátum. Tehát jövőre nézve az egyik legfontosabb dolog az, hogy ugye épüljön tovább itt ez a turisztikai szempontból fontos vidék, ez a Barickanyar és környéke, illetve a Bucsintető. Tehát itt most a tavaly a 2014-es évben nagy előrelépés történt, hisz sikerült egy részig kihozni az elektromos áramot, a villanyt. Úgy néz ki, hogy idén, nem úgy néz ki, mert ez biztos, hogy idén folytatjuk ezeket a beruházásokat. És valami olyanban kellene gondolkozzunk, tehát nekünk a turizmusunk az ilyen nagyon korlátozott, tehát 1-2-3 nap is kimerültünk, tehát télen még talán egy picit a sítáborokkal, meg a különféle táborokkal még hosszabb, de a nyári turizmus is 1-2-3 napot tud biztosítani programot, aztán kimerült. Itten kellene, és nem, ez már nem csak a mi felelősségünk, itt egészen Gyergyó, sőt Hargita megye térségéről is kellene beszéljünk, hogy megszervezni azokat a látnivalókat, azokat a lehetőségeket, hogy a turistát ne csak 2-3 napra tudjuk megtartani, hanem egy hétre, 10 napra, tehát egy teljes vakációt lehessen eltölteni a környéken, Hargita megyébe, Gyergyó körzetbe. Itt összefogásra van szükség a turizmussal foglalkozók és a vezetők által kezdeményezett összefogásra. Gyergyó Alfaluban működik a Domokos Pál Péter Egyesület. Milyen közösségi szerepet tölt be? Tulajdonképpen az egyesületünk egy picit a nevet helyesbítem, Domokos Pál Péter Hagyományőrző Egyesület, tekintettel, hogy Gyergyóban is van egy hasonló nevű, de ő nem Hagyományőrző Egyesület. A Alfaluban betöltött szerepe a gyermekeknek a szabadidős programjának észszerű kihasználása, a meglévő hagyományok feltérképezése, megtartása és továbbvitele, és közösségformáló ereje van.
A gyermekeket említette, hogyan, vagy milyen érdeklődést mutatnak? Elég nagy a táborunk, úgymond, mert 200-300 gyerek jár hetente táncolni. Már az iskola keretében is működik, egyesületként is, és külön napon csak az egyesületnek is, és nem csak tánccal, hanem népzene, népdal, rongyvágó kalákák, szép teremtő kalákák. Ki volt Domokos Pál Péter? A mi számunkra mondom el, hogy ki volt Domokos Pál Péter. Gyergyó Alfaluba kántortanító volt 1930 és 30-as években, illetve 1933 és 36 között, és annyira felpesdítette a falu kulturális és egyházi életét, hogy úgy gondoltuk, hogy méltó helye van nem csak, hogy mint szobrot állítani, hanem az egyesület nevét is ezért választottuk, hogy az ő nevét viselje. És mind haláláig tartotta a kapcsolatot az alfaluiakkal. Nagyon sokszor üzenetet írt, hazajött, levelezett. Levelei megtalálhatók a Domokos Pál Péter emlékszobában. Egyik idézetét mondanám, egyik alkalommal ezt írta: tudatom az alfalviakkal, hogy minden apraját és nagyját egyformán szeretem. Hát nem is lehet ennél szebbet mondani, az emberekhez így szólni. Úgy értettük, hogy van egy nem mindennapos tevékenységi kör is, tehát hogy a citera készítés. Nagy Imre bácsi a citera készítő, aki már több mint 40 éve, 50 éve is talán, hogy készítgeti a citerákat. Ő belépett az egyesületbe. Több idős emberrel együtt, 75 évesek most már a Citera Egyesület idősebb tagjai, 35 éve, hogy zenélnek együtt, erről egy kisebb könyvecskét is kiadtunk. A tavaly egy nagy díjban részesültek, aminek nagyon örvendett az egyesület minden tagja. És az ő kezdeményezésére tulajdonképpen elkezdtünk citera oktatást. Eleinte bizony nagyon nehéz volt, mert ők hallás után zenélnek, és mi nagyon szerettük volna, hogy kottából megtanulni. Aztán voltak olyan végzős diákjaink, akik a művészetiskolába jártak, majd később a zenén folytatták szintén Kolozsváron a tanulmányaikat, és ők segítettek. Így most már a citera oktatás is egy jobban a gyerekek körébe is elterjedt. Citerázás művészete nem egy egyszerű dolog, és az, hogy valaki neki fog újra megtanulni, citerázni, milyen indítatásból tanulja meg az ember? Hát véleményem szerint szeretni kell, és a másik, hogy akinek jó a zenehallása, annak könnyebb. És neked mennyire könnyű? Hát nekem annyira könnyebb, hogy én már kiskorom óta, vagyis kiskoromban kezdtem citerázni, és énekelni is. És hol tanultad meg? Hát mivel nagytatám citera készítő, ezáltal a családban kezdtem, és a család tanított. Sokféle citera van, akár itt az asztalon is. Hogy mitől különböznek, vagy melyiken másképp kell játszani, vagy hogy kell ezt elképzelni? Hát először is a forma szerint, mert megvan, hogy hasas, citera, csitkófejes, és azért hangilag is különböznek.
Kedves nézőink, lassan műsorunk végéhez értünk. Én köszönöm szépen figyelmüket, és ha netalántán úgy döntenének, hogy mézes kaláccsal szeretnének foglalkozni, vagy esetleg gyöngyfűzéssel, akkor kérem látogassanak el ide a Skanzenekbe, Gyergyó Alfaluba. Köszönöm szépen még egyszer figyelmüket, és továbbra is tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek. Műsorunk végén megköszönöm figyelmüket. Várom önöket egy hét múlva is a képernyők elé. Addig is műsorainkat visszanézhetik az interneten. Tartalmas hetet kívánok önöknek. A viszontlátásra!